Sziasztok mindenkit, üdvözlök! A PC World oldalán jelent meg a hír, hogy az AMD Radeon RX 590-nek köszönhetően az Nvidia valószínűleg módosítani fogja a GTX 1060-as videókártyáját, mely szerint egy erősebb változatot fog a piacra kidobni. Az RTX 2060-ra még várni kell, nem derül ki a cikkből, hogy mennyit, szerintem nem sokat, de valamiért úgy döntöttek az Nvidia-nál, hogy mivel hamarosan jönni fog az RX 590, ezért minél hamarabb kell egy alternatíva 1060 fronton, amely nem 6 GB-os memóriával lesz szerelve, hanem elvileg 10 GB-tal, és ezen felül megtuningolná úgy a videókártyát, hogy még a 6 GB-ost is komolyabb teljesítménnyel bírjon. Kicsit furcsa a dolog, hiszen itt van már a 3 GB-os 1060, itt van a 6 GB-os 1060, és most még egy 1060-at kidobnak. Minden esetre érdeklődéssel várjuk, hogy mi sül ki belőle. Nyilvánvalóan valamivel többet fog tudni, mint a jelenleg legjobb 6 GB-os változat. Ami viszont még érdekes lehet, hogy valójában mit fog tudni az RX 590-es kártya. Nyilvánvalóan erősebbnek kell lennie, mint az RX 580-nak, hogyha ez befut és kikerülnek róla a független tesztek, én mindenféleképpen szánok erre legalább egy videót, hiszen minden mai napig az RX 580-as kártyák, a 4 GB-os és a 8 GB-os megfelelő alternatívának számít a GTX 1060-nal szemben, pláne hogy a legtöbb nagyon jól hűtött custom OC modell még olcsóban is kapható, mint a GTX 1060, teljesítményben viszont legalább azonos, de van olyan játék, ahol az RX 580 még többet is tud, mint a GTX 1060, ezért is nagyon érdekes ez a helyzet. Amitől én kicsikét tartok, hogy ez megint olyan verseny lesz, hogy fej-fej mellett harc az utolsó FPS-ért. Ezt láthattuk korábban a GTX 1070 Vega 56-nál is, hogy ki kellett dobni az 5-7 FPS-el többet tudó GTX 1070 Ti-t a GTX 1070-re. Most erős a gyanúm, hogy megint ez fog történni, az RX 480 után sem tudott azért olyan bődületesen sokkal többet az RX 580, ahogy az RX 470, RX 570 is elég közel állt egymáshoz. Szerintem itt megint ilyen 5-10 FPS-ekről beszélhetünk, pláne hogyha a GTX 1070-et is belevesszük a dologba, és valamilyen szinten a GTX 1070 és a GTX 1060 közé kell most megint beszorítani egy videókártyát, ebből szerintem egyértelmű a következtetés, hogy itt utolsó FPS-ekért megy a harc. Ahelyett, hogy rendesen fejlesztenének videókártyát, kidobnának olyan új kártyát, ami már 10-15, de inkább 20 FPS-el többet tudna az elődjénél. GTX 1060 egy 2 éves videókártya, most megmókolják 5 FPS-t, megint rátesznek, akár csak az RTX 2070-nél, 2080-nál haladtunk is, meg nem is, viszont az árcímke, meg a csillagokban igazából az kellene, hogy most már tényleg sokkal olcsóban adják ezeket a videókártyákat, aztán felváltsa a helyüket árban, de főként teljesítményben az új széria, mondjuk egy RTX 2060. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!